Vannak benne gyönyörű dallamos részek is, ami azért fülbe mászó és könnyen tanulható, de hát van benne másik véglet is, úgyhogy azért kellett rá készülni. Nagyon szeretem ezt a szólamot, mert bár egyáltalán nem könnyű, sok-sok szép melódia van benne, annak ellenére, hogy ugye azt mondjuk, hogy 21. századi zene. Zeneileg is kihívás a darab, mert hát van benne egy elég nehéz ária azért, amire rá kellett dolgozni erősen. Egy igazi értelmiségi gondolkodás jellemzi. Selmeci György fontosnak tartotta, azt sokszor Allekino mondja ki. Nagyon-nagyon jó a történet, tehát egy nagyon jó kútból van merítve, és nagyon jó zene van ráírva, nyilván a történetből is ihletődik, és nagyon jó a kettő kombinációja, izgalmas lesz szerintem színpadilag is, jó, nagyon jó a rendezés, jók lesznek a díszlet, amit ideig láttam, a díszletterveket, jelmezeket, tehát egyszerűen izgalmas az egész úgy, ahogy van, és nyilván ez egy kortárs magyar opera, amit azért elég ritkán látunk, hallunk, és ez szerintem egy nagyon jól sikerült opera, úgyhogy szerintem mindenképp érdemes megnézni. A zenei szólam is nagyon érdekes, izgalmas, könnyen hallgatható és szép.